sem sincs. Ott állni bátran, szítani tovább, jól tudva, hogy hatalmunkban vagyunk. Nem ismered te a lánynak varázsát, csak azért alatt ismered az. Jó beszél. Ezekben nem ebédelsz! Holnap újra szintet. Mit látok? Ezt a férfit ismerem. Ez volt Luther. Hát odáig bírja a rossz rend a teória, tévedni, hogy egy így nemes kebel csak gátjául vagy fel sem ismeri. Reméljük, nem baj. Szinte mindenki megadtunk az utcába. Olyan, mint hogy egy igazi nagy, keresztény, karácsonyi család nevű. Jól van, akkor fogadjuk. Igazán semmiség. Tudod, elkezdtem edzeni, és van is zseniális érzés. Tudod, Andikám, szerintem az anyaság nem lehet kifogására, hogy elhagyja magam. De hát gondolom, ezzel te is így vagy. Igen, egyetértek. Mira! Igen. Légy szíves hozzá egy kis süteményt. De szép a fátok, ez direkt van így díszítve. Igen, a gyerekek díszítették. Mira tette fel rá a csúszdíszt, Ádámka a gömböket, Vilmos meg. Hát ő minden mást. Hát, nagyon szép, meg kompakt is. Hát én nem kezdem el nektek mesélni, hogy ott van a 3,5 méteres belmagasság, az milyen nehéz volt találni. A kertben lévő, kinti, mozgó, ledes, hogy én szabasokról már nem is beszélek. 6,5 méteresek. Hát igen, de a karácsony másik.